mindig is a hatalom műfaja volt. Az író csöndbe iratott, de a szobrász leginkább a hatalomnak dolgozott. A antik Babilontól Egyiptomon keresztül mindig a hatalom tudta megfizetni a drága szobrot. És akkor én arra gondoltam, én egy olyan országban, ahol diktatúra van, sose leszek szobrász, mert én nem adom be a derekamat, nem fogok hazudni a diktatúrának, én szabad ember akarok lenni. De akkor hogy csináljak szobrot? És rájöttem az óriási trükkre. Az én anyagomhoz semmi más nem kell, mint a víz, csapból a víz. Ezt semmilyen diktatúra nem vezi el. És a háztartási boltba kapható legolcsabb anyag a gipsz, amivel a falat vakoljuk. Ezt a két anyagot semmilyen diktatúra nem vezi el. Amikor én öntöm a gipszet, minden a képzeletembe zajlik, mert semmit nem látok. Annyira kell néhányszor napokig koncentrálnom, amíg eljutok az utolsó fázisig. Ha ég a ház, nem veszem észre, telefon nem veszem föl. Reggeltől estig öntök, nem eszek, nem iszok, vécére sem megyek. Amikor én öntöm a gipszet, néma csendnek kell lenni, zene sem lehet. És én hallom a gipsz kötését. Én beszélek vele, és hallom, hogy mikor köt meg. És amíg ez meg nem történt, addig nem tudok a külvilágról. Közvetlenül a forradalom, az 56-os magyar forradalom leverése után kerültem be a magyar képzőművészeti főiskolára. 1958-ban, tehát két évvel a forradalom leverése után folytak Magyarországon a kivégzések egészen 61-ig. A főiskolára bekerülve is éreztük ezt a depressziós hangulatot, ugyanis a képzőművészeti főiskolán 2-3 ember elesett. Itt szembe a főépület pincéjébe a szovjetek megöltek 3 fegyveres főiskolást, akik megpróbáltak ellenállni. Amennyiben úgy éreztem, hogy itt egy szabadon is tulajdonképpen börtönbe vagyok, mert, mint tudjuk, vasfüggöny vette körül Kelet-Európát, amely az információ szabad áramlását tökéletesen megakadályozta. Úgy éreztem, hogy itt nem tanítanak olyat, amit elvárok. Megdöbbentő európai nagypolitikai dolog történt. Magyarország a forradalom után gazdaságilag összeomlott. Szovjetunió megszállta ugyan Magyarországot, de magára hagyta. És Kádár János, hogy a hatalmát fönntartsa, Amerikához kellett forduljon. És a nyugati szabad világ ezt a szituációt a következőkre használta ki. Azt mondta Kádár Jánosnak, adunk kölcsön, tudsz adni a népednek ennivalót, fönntarthatod az elnyomó hatalmadat egy feltétellel. Abba hagyod a kivégzéseket, és a híres embereket, akiket nyugaton ismertek, Déri Tibort és másokat, szabadon kell engedni ezek az emberek, ugyanis benne voltak a kivégzett Nagy Imre kormányába. Kádár János nem tudott más tenni, mint megígérte, hogy teljesíti ezeket a feltételeket. És akkor csoda történt. Jelentkeztek a Bécsbe 56. novemberébe emigrált osztálytársaim, akik akkor már a Votruba és mások osztályába tanulták szabadon a szabad művészetet. Levelezéssel és
nyugati turistákkal üzemve titkosan megkerestek engem, hogy ha tudnék útlevelet szerezni, akkor Bécsbe beiratkozhatnék én is a Szabad Bécsi akadémiákra, vagy Párizsba, ahol csak akarok. Fogvicsorgatva elengedtek engem az akkori fiatal feleségemmel együtt Bécsbe. Azonnal beiratkoztattak az ottani főiskolára. Viszont természetesen ösztöndíjam nem volt. Ösztöndíj nem létezett. Nekem magamat el kellett tartani. 70 dollárom volt mindösszesen, és az 2 hét alatt elfogyott. 2 hét után azonban én, amennyire kaptam vízumot a Magyar Belügyminisztériumba és az Osztrák Követségen, úgy döntöttem, hogy nem jövök haza. Magyarán én akkor emigráltam. Úgyhogy én egy irtózatos sötétségből és egy szellemi korlátoltságból egy hihetetlen nyitottságba érkeztem. És ez a 2 év a Bécsi Akadémia és a Párizsi utca és a Párizsi galériák és a Párizsi múzeumok tulajdonképpen ez volt az én iskolám. Párizsba is szobafestésből tartottam fönn magam. Az én életem legfontosabb éve a felkészülés a művészeti életre Bécs után valójában az a párizsi egy év 1965-66, ahol a világ forrongásával találkozhattam. Ugye, Duchamp, 68-ra való fölkészülés, ilyesmi. És ott megtaláltam ezt a különös eljárást, ami az én kipszöntési negatív eljárásom, amit mind a mai napig rajtam kívül senki nem csinál. Most kiszolgáló művészet volt.
Tűrt és tiltott volt az, amit mi csináltunk. Tűrték, tehát eltűrték, ha nem okozott közbotrányt, ha nem lázított nyíltan mondjuk a politikai rendszer ellen, ha nem gyalázta a Szovjetuniót. Rejtett kritikát ez természetesen tartalmazott. Ha ezt bárki is megértette, akkor a tűrést áttették a tiltásra. Ilyenkor a művet elkobozták, vagy megsemmisítették, vagy a kiállítást, ha ezt bemutattuk valahol, zárt körülön is betiltották, és az embert mondjuk megbüntették. Mi azonban ezt egy boldog korszaknak tartom. Csodálatos volt szabadnak lenni, alkotni. Nem érdekes, hogy az állam ezt nem akarta, nem vette meg. Elég volt az, hogy az értő emberek, kiváló művészettörténészek látták, hogy ez lesz a jövő művészete, és ez nekünk elég volt. De mivel az első komoly kiállításainkat már a 68-69-ben az úgynevezett egyes és kettes iparterv kiállítást meglátta egy nagy nyugati művészettörténész, Dieter On is, akkor eszembe volt művészeti vezetője a Folkwang Múzeumnak. Véletlenül Magyarországra utazott 68-69-ben, és teljesen véletlenül meglátta a mi már bezárt iparterv 1 és iparterv 2-es kiállításainkat. On is minket is felvedezett, és minket is kimenekített. Engem például meghívott eszembe 71-be, ki kellett engedjenek eszembe, ahol On is nekem óriási kiállítást rendezett, Bak Imrével, festő kollégámmal együtt már eszembe kiállítottunk. Pestről, mivel itt sokat zaklattak bennünket, levonultunk Balatonboglárra, ez a magyar neoavantgard, egy legendás helye ma már, egy használaton kívüli kápolna, egy dombon, a csodálatos szép magyar tengerpartján. Akciókat, happeningeket, műveket hoztunk létre, fotósorozatok, és már az elsőn vagy a másodikon tucatjával jöttek barátaink Pozsonyból, Brünóból, Valoch, Juraj Melis, Stembera szerintem ott volt. Tehát Pozsonyból vagy Pozsonyból indulva nagyon sok szlovák és cseh művész járt Balatonboglárba, és az akciókban ők is részt vettek. Tovább Berlinből Dieter On is 1977-ben megszerezte nekem a Deutsche Akademische Austauschdienst, vagyis a híres DAAD meghívását, ami a világ legjobb ösztöndíja volt. Végre életemben először nem magamnak kellett volna robotolni, hogy eltartsam a művészetemet, hanem fényesen élettem volna, és még egy óriási műtermet is kaphattam volna a Betánienbe, csak hogy a magyar állam 77-ben ezt az utazásomat már nem akarta engedélyezni. 3 év után engedni kellett, és 1980. januárjában 2 kisgyermekemmel és második feleségemmel kiutazhattam, de csak a keleti tömbön keresztül, ahol megint eljátszottam azt a trükköt, hogy ugyan 1 évre engedtek ki, de én 4 évig maradtam. A 80-es évek aztán legalábbis a magyar gulás kommunizmus, az úgynevezett gulás kommunizmus, Kádár, Laza, egyre puhuló diktatúrájába már majdnem mindent megtehetünk. Továbbra is a középső T kategóriába tartoztunk, de már a tiltottba szinte sohasem csúsztunk át, csak a támogatott az volt reménytelen, de ez minket abszolút nem érdekelt. Mindnyájunk megtalálta, vagy a feleségünk tartott el bennünket, vagy grafikából jól megéltünk. Megint egyszer sok
tartózkodtam ösztöndíjjal megint Nyugat-Berlinbe. Berlinből nem sokkal a far leomlása előtt hazajöttem, bár ott maradtam volna, és azt végignézhettem volna. Hazajöttem, és itt belecsöppentem ebbe a forrongásba, 89-be, úgy, mint 56-ba, vérrel, itt meg csak szellemileg forrongva. Ugye közben eltelt néhány évtized, szerencsére vér nem folyt. És legnagyobb megdöbbenésemre közölték velem, megállt szinte az eszem, hogy a diákság azt követeli, hogy én legyek a rektor, tehát Jovanovics György legyen a rektor. Megkérdeztek engem, hogy vállalom-e a rektorságot. Ez sok volt. Nem tudtam teljes erőfeszítéssel küzdeni, mint Milán Nisák pár Prágába. És nem lettem rektor, csak vezető tanár. Külföldi kapcsolatokat vettünk föl. Vendégprofesszorokat hívtunk Berlinből, Pozsonyból, Münchenből. Az iskola, egy ilyen iskola, nem olyan radikális, mint a prágai lett. De én szerintem viszonylag jó iskola. És hát ahogy látszik, hogy amíg élek, még én oda bejárhatok, és beszélgethetek a diákokkal. Embernek.